Na, sziasztok! Bali, Baliban vagyunk, azt nem így kell kiejteni. Ugye ez is a DXM-nek a helye. És akkor mutatom nektek, jó? Így jössz be. Most állt el az eső. Csúsz, szuper! Eső erdő, ugye? Jaj, egyszerűen csodálatos helyen vagyok. Ide el kell jönnie mindenkinek. Hello! De most itt vagytok velem, akik nézik. Hello, hello! Bom, hungry? Ja. Yeah. Yeah. Hello, hello. Good morning, Dixon. Szia, Gyuri. Miért nem vagy itt velünk? Bali-Baliban vagyunk most. Most állt az eső. Hála a jó égnek. Ott a csapatok. Hello! Hello, hello! Good morning, Dixon. Na nézzük meg, hogy mi van itt. Tent. Jaj, itt van a videó! Na hát ezt meg akarom. Hello! Nézzük meg a videót! Itt vagyok most, de nézzük a videót. Milyen csodás hely. Végig kell járni egyébként. És ez élőben is ugyanilyen. Most állt el az eső, szóval ezt tapasztaltuk nagyon. Itt vagyunk most bent, ugye? Igen, ezt mutattam most meg, és akkor majd megyünk tovább is. Áldás, hogy itt lehetek komolyan. Nagyon-nagyon-nagyon szuper itt lenni. Teli van nyugalommal, szóval ide el kell jönnötök, hogyha meg tudjátok majd tenni, hogy itt szeretnétek majd Malajziában nyaralni, és ilyen helyeken fogtok tudni majd kivenni ti is házat, vagy szállodát magatoknak. Erre. Egy nyugalom szigetedet tényleg. Elment az internet, szóval, de most már itt vagyok. Good morning, Dixon.
Jó, indul még egyszer, akkor menjünk élőben nézzük meg, nézzük végig, amit eddig ugye lemutatott. De összességében valóban ezt lehet átélni, hogy annyira nyugalom szigete egyszerűen, hogy nagyon-nagyon. Na, akkor mutatom, menjünk fel a lépcsőn. Csatlakozott hozzám. Hola. Nuevo León, México. Mexico. 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 Nem Mexico. 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 Bye. Na, ugye mindenki is itt van. Saludos. Hello, hello. Hello. Bolivia. Und Philippin. Das ist nice. You can understand. Ja, ich spreche Deutsch. So. Deutsch. Ja. sorry. Ja. Jo, so, menjünk akkor tovább. Menjünk tovább. Ugye, a gyerekek, annyira az erdő körülveszi ezt a helyet, viszont mutatom most már meg nektek a... Ugye esik az eső újra, sorry! És menjünk akkor. Menjünk. Nézzük meg a szobát. Hát ez egy kisebb szoba. Ja, de igen, még le van zárva, szóval. De azért ide hozlak titeket. Itt ki lehet majd ülni, vagy feküdni, ugye? Igen. Gyuri elment a internet itt a erdőben. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés a térerő. De mutatom, hogy milyen lehetőségek vannak itt. Menjünk föl. Ugye itt majd lehet medencézni, aki akar, barbecue-zni, ha valaki szeretne, szerintem. És akkor ott van egy másik bungalló, és ott felül is vannak. Szerintem most készítik elő. Most hát én nem tudom, de még nagyon-nagyon... Ez két személyes. Szóval az első az egy személyes volt, ez pedig két személyes már. Vagy lehet, hogy minimalista, bármint olyan értelemben, hogy ami szükséges, az benne van. De viszont gyönyörű, szóval én úgy gondolom, hogy tényleg nagyon-nagyon szép. Nem, ott vannak a szekrények. Azért az elsőnél nem láttam a szekrényt. Ott nem lehetett bemenni, viszont ez gyönyörű. Szóval, ja, és akkor belül van a fürdőszoba. Wow, fantasztikus, mindenki, mindenhová tartozik egy erkély, hogy ki tudj ülni, ki tudj feküdni, napra napozni, esetlegesen nem esik, ugye, de fantasztikus helyen tud mindaz nyaralni, aki ellátogat ide hozzánk, és a Maláziába, és szeretne itt nyaralni. Fantasztikus! Majd, ha nem megyek fel, szerintem nem lesz térerő, de megéri szerintem majd itt nyaralni. Én biztos vagyok benne, hogy el fogok ide jönni, mert hogy aki DX-ten tag, a DX-en tagságoddal el tudsz ide jönni, és majd a PV értéket is megkapod a vásárlásod után, hogy már mint hogy eljössz ide, és még pénzt is kapsz vissza azért, hogy itt nyaralsz. Azért nem elhanyagolható szempont ez sem. Még menjünk akkor oda, és nézzük meg még azt is, hogy az a bungaló hogy néz ki.
De szerintem, igen, az is ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kis csodás bungalló. Hello! Na, itt már egy kicsikét többet látunk. Ott lehet ugye majd bemenni a fürdőszobába. Kérem szépen, szerintem egy nagyon-nagyon kis kedves bungalók, amire szükség van, szerintem megtalálható. Azért a légkondi sem elhanyagolható itt. Szuper. Kilátással az egyszerűen fenomenális. Banánnal. Ugyebár itt vannak majmok, szóval. Na de hát mi is ugye elfogyaszthatjuk a banánt, hogyha oda tudunk menni. De egyébként itt vagyunk, ugye nagyon-nagyon-nagyon sok dinnyét fogyasztunk, és ha erre jártok, dinnyét, azt mindenképp egyetek, mert mézédes dinnyéjük van. Fantasztikusan finom, de valóban. Aki úszni akar, az jöjjön. Szia, Brigim! Fantasztikus, fantasztikus, fantasztikus. A lehető az első, az még nem volt teljesen. Igen, most alakítják ki. Igen, jól mondtam, hogy ott valami még hiányzik. Most alakítják ki azt a helyiséget. Így van, így van. Nekem volt valami hiányérzetem, de akkor jól éreztem. Oda nem megyünk föl. Jövünk lefele. Akkor jöjjünk még egyszer, és akkor Terf, Nur, Zó, videó. Igen, bentről lehet kimenni. Nice. Thank you so much. Wow. Thank you so much. Na, szóval gyönyörűséges. Úgy gondolom, hogy aki ide eljön, tényleg a nyugalom szigetére fog eljönni. És wow, szóval milyen. Ugye te is, Brigim, el fogsz ide jönni mindenképpen. Ezt át kell élni. Szóval aki egyszer ide eljön, annak ezt a helyet nem szabad kihagynia. Legyen nagyon-nagyon szép és csalatosan gyönyörű a napotok. Ajánlom figyelmetekbe még egyszer a gyógygombákkalkönnyebb.hu weboldalamat, ahol számtalan meg egy információt fogtok majd találni a DXN-ről és a DXN világáról, a DXN termékekről. Tartsatok közénk, ti is kezdjétek el fogyasztani a DXN termékeit, és ne